mindenki, én a Farkas vagyok, mint azt nagyon jól látjátok így per pillanat. Éppen úton vagyok befelé a városba. Ez egy ilyen rövidebb séta. És ez alatt, az idő alatt mondjuk van időm arra, hogy elmagyarázzam, mi ez az egész, mert egyre több üzenetet kapok a segítségek helyett, hogy what the hell is Albán? Ilyen szépen franciául fogalmazva, szóval mi ez az egész, és hogy működik, és van egy nagyon releváns kérdés sajnos ebben a jelenlegi borzasztóan elavult világban, hogy a révészt az kifizeti. És hát mondhatom egyszerűen, hogy ez így össze van dobva. Vegyük sorba, jó? Először is vannak a nagy cégek, akik mindig fejlesztenek. Vannak a felhasználók, akik mindig fejlesztenek, és az úgynevezett régebbi használhatatlan vackaikat megpróbálják eladni, természetesen pénzét tenni. Mivel a tervezett alavulás a jelenlegi rendszer része, ezért természetesen ugyanazt a pénzt már nem kapod vissza azért, amit fizettél, hiszen az egy használt alkatrész, jobb esetben csak 2-3 éves. A bevált gyakorlat azonban ilyen 5-6-7-8 éves alkatrészekről beszél. És hát ezeket a borzasztó régi és nagyon lassú alkatrészeket nem lehet eladni. Először is azért, mert borzasztóan lemegy az ára, másrészt azért, mert tényleg használhatatlanul lassú a jelenlegi technológiákhoz képest. Ezért nagyon sokan inkább felajánlják, hát ez túlzás volt, hogy nagyon sokan, szóval egy páran felajánlják, a többiek továbbra is a hirdetéseikben szerepeltetik a készüléket, pedig egy fillért nem ér. Aztán vannak olyanok, akik olyan cégnél dolgoznak, ahol hatalmas leselejtezések vannak, és ezeket így fillérekért meg lehet venni. Amikor már fillérekért se érdemes megvenni, akkor az egészet, igen, kidobják. Mert értéktelen. És ebben az esetben, ha egy ember van ott, akkor már is nagyobb előnnyel indul az ügy. Ugyanis az egy ember, az képes arra, hogy összeszedje azokat a dolgokat, amiket ő fontosnak tart, és valamilyen úton, módon, postán vagy személyesen átadja. Menjünk tovább. Megérkezik az alkatrész, én hozzám. Én nálam az a dolog történik, hogy... fenébe. Közben itt jönnek szembe emberek, az mindegyik azt hiszi, hogy hülye vagyok. Na mindegy, szóval megérkezik hozzám az alkatrész, és én meg összerakom. Annyi áramot használok el, amennyihez kell. Nem igazán mondhatnám, hogy többet. Igen, ez nekem pénzbe kerül, hogy én áramot használok, de tudod mit? Nem sok. Nem sok, nem vészes. Amikor ez megvan, tehát szépen föl van telepítve a rendszer, összevarakva a gép, stb. Akkor ezeket ingyen továbbítom azoknak, akik rászorulnak. Jelenleg Ercsi, Érd, és van egy olyan kicsi település, ami még Ercsihez tartozik közigazgatásilag, de 10 kilométerre van Ercsitől. Ezt úgy hívják, hogy Ercsi Sina telep. Az Ercsi Sina telepen például még ilyen sincs. This is what we are called beton út. Tehát ott önállunk olyan van, hogy földút. Nagyon sok esetben, amikor megyek ki, és viszem ki a valóban rászorulóknak a számítógépet, az esetek 10%-ában, tehát minden tizedik számítógép esetében még áram sincs a falban. Na, olyan szintű a nyomor itt Magyarországon, és azért azt szerettem volna leszögezni, hogy amikor az ingyen számítógépet kivisszük, akkor legyen egy pár szempont, ami alapján az Ercsi, ez egy MZ volt, mindegy, amikor kivisszük a számítógépet, egy pár, hát ilyen szűrő legyen mondjuk beiktatva, az egyik legfontosabb szűrő, hogy legalább 2 18 évesnél fiatalabb gyerek legyen, és hát az abszolút rászorultság, tehát a szegénység, mint egy alapkövetelmény jelentkezik ebbe a dologba. És mihelyest kikerül ugye a számítógép, ez már a következő lépés, mihelyest kikerül a számítógép, ők ezért nem fizetnek semmit. De érdekes, nem? Végül is akkor most kifizeti a révészt? Mi a helyes válasz a kérdésre? Végül is senki. Az az emberke az idejét áldozza rá, aki elhozza az alkatrészt,
az az ember, aki a postán, a postaköltséget áldozza rá, de hát mennyi 500 forint? Igen, van, amikor 500 forint a postaköltség, igen. És megérkezik a feladvány, ez nem rejtvény, bár az utóbbi pár esetben volt benne az is, igen. Szóval megérkezik a küldemény, aztán kibontom, összeállítom, összerakom a többiekkel, azokkal az alkatrészekkel, amikkel az együttműködik. Mert igen, van olyan, hogy nem működik együtt, és teljesen hibátlan. Mindegy, ezt összerakom, szépen föltelepítem, stb. Fogyasztom az áramot, és fizetem az áramot. Igen, én is fizetem a révészt. És amikor mindez kész van, na most jön a botrány, amiért az előbb elkezdtem ezt az egészet. Ercsi, Sina telepen él egy család. Ott 6. Igen, 6 gyerek van. És a 6. az már felnőtt, tehát 20-valány éves. De a többi az ilyen 19, 17, 10 valamennyi, meg 9, meg mit tudom én, szóval így el van szórva. És az történt, hogy én a lakás előtt várakoztam a megbeszélt rutin szerint, hogy szépen kijönnek a gépért, átmegyünk hozzájuk, én ott bemutatom, hogy működik, elmondom, mi a jelszó, stb. Tehát egy ilyen alapvető üzembehelyezés történik. Szóval megjöttek ide, betettük a gépet egy autóba, ami már lepődtem, hogy miért kell az autó, hiszen Ercsiről volt szó. Beültünk az autóba, szépen elmentünk, ez már a főút, azért hallatszik a kamion. Szóval elmentünk szépen a Ercsi-Sinatelep nevezetű területre, ami 10 kilométerre van Ercsitől, és a sofőr, az nem a család része volt, mint ez kiderült, kőkeményen lemarkolt 2000 forintot egy darab ilyen fuvarért, egy ilyen hurkáért, hogy fölment Ercsire, és utána vissza Sinatelepre. És az egész Ercsi Szociális Szolgálat, az egész ingyen segítős klub, az egész mindenki ezen röhögött, hogy a csaj, a család, ugye, az öregasszony 2000 forintot fizetett az ingyen gépért. Igen. És amikor ez már bejutott az Ercsi Szociális Szolgálat igazgatói szobájába, akkor már kicsit máshogy néztek a dologra, úristen, milyen botrány ez. Hát a pofájukról égett a bőr, ilyen finoman fogalmazva, és eszükbe jutott, hogy júj, hát nekünk van egy kis buszunk, egy kis furgon, hogyha tényleg ekkora a baj, akkor azt fel tudjuk ajánlani, és akkor az Ercsi Sinatelepre esetleg több gépet is ki lehetne vinni, mert igen, ott aztán tényleg megy a szegénység. Mondom, igen, pontosan ugyanúgy, mint Magyarország 70%-a szegénységben él. Valami olyasmi adatok jutottak birtokomba, hogy ennek a 70%-nak a 60%-a meg mély szegénységben él, tehát a kilábalás legkisebb lehetősége nélkül. Na, például ilyeneknek nagyon jól jön a számítógép. Legalább egy minimális szórakozás jusson azoknak, akiknek tiszta keserűség az élete. Ja, és az elméleti és a gyakorlati kivitelezés úgy kéne, hogy történjen, de hogy ingyen. És ez nagyon, nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Na, már itt vagyok a főútnál. Úgyhogy gyorsan befejezem a videómat. A lényeg továbbra is az, hogy segíteni jó. És azok a hősök, akik segítenek ingyen úgy, hogy feladják a csomagot, hogy én azt megkapjam és össze tudjam rakni belőle az ingyen számítógépet úgy, hogy még az áramot is én fizetem, a postaköltséget meg ő. Hát kik a hősök, hogyha nem azok az emberek, akik úgy segítenek, hogy nekük ez fillérekbe kerül. A többieknek meg egy örök életélmény.